Most hova megyünk? Mára lesz kész a vallomása. Bevallom, én is izgulok egy kicsit. Megkérhetem valamire. Legyen nagyon tapintatos. Ha valami nem tetszik, nekem szóljon. Tusingereftás érzékeny. Olyan művészféle. Szóval érti. Készen vagyok. Tessék, lehet olvasni. Maga az a pelikán? Én vagyok. Olvassa csak. Irigylem magát. Hol tartasz? A béke embereknél. Hogy tetszik? Eddig nagyon jó. Semmi sablon. Ötször írtam át. Nos? Nagyon szép. Ezt mindenkem kell elmondani? Természetesen, maga a koronatan, ugye? Persze nyugodtan megmondhatja, ha nem tetszik valami, én bírom a kritikát. Hát tessék, jó ember, kezdje neki. Kérem szépen, én igazán nem értek ehhez, és ideológiailag is kezdő vagyok, de az mégiscsak marhaság, hogy Dániel elvtárs fémdobozokat dobált be a Dunába, amiben kémjelentések voltak. Maga szerint mit dobált? Húsvéti tojásokat? Ürgéket. Ezt onnan tudom, hogy előzőleg én vágtam le a farkukat. A gyerekek el is adták a mének 2 forintért farkanként. Kit érdekel ez tiszta naturalizmus? Aztán? Aztán az se stimmel, hogy Dániel elvtárs beugrott a Dunába, és a víz alatt beszélgetett az ellenséges béka emberekkel, ami nagy vezérünk és a többi elvtárs meggyilkolásáról. Mivel Dániel elvtárs egy harcsa után szaladt, és úgy esett be a Dunába. Látta maga azt a harcsát? Nem láttam. Na látja, akkor mit kritizál? A béka embereket nem hagyom. Virág elvtárs, mi a véleményed? Szerintem jók a béka emberek. A fémdobozokat talán át lehetne írni. Átírni? Hmm. Jó, de akkor mondjátok meg ti, hogy hogyan írjam át. Lehet, hogy egy hülyeséget mondok, de mit szólnál például ahhoz, ha maradna a doboz, de ürgebőrbe varva? Talán még hitelesebb lenne. Nem rossz. Egész jó írói vénád van, Virág elvtárs. Miért nem írsz? Vannak, akik ezt jobban tudják. Az ürgéket átírom. Van még valami kifogása? Ha meg nem sértem az elvtársat, az a titkos rádiózás a vendégszobában. Lehet, hogy én rosszul emlékszem, de Dániel elvtárs csuromvíz volt, hangosan vacogott, úgyhogy én befektettem a dunyhallát. Miért dunyhallat nem lehet rádiózni? De nekem egész másról van tudomásom. A dunyha alatt tudnélik ott volt Gizilányom, és szó sem volt rádiózásról. Fúj, ez tiszta pornográfia. Van még valami kifogása? Nincsen. Erőt, egészséget, Básti elvtárs. Készen van? Igenis, Básti elvtárs. Mi ez? Básti elvtársat már meg se akarják gyilkolni? Én már szart érek. Gondoltam az előző perben is, nem akartam magamat ismételni. De korrigálni fogom. Básti elvtársat a második helyen készültek meggyilkolni. Jó lesz így? Jó. Egyébként tetszik? Nekem is. Sok álmatlan éjszakánk fekszik benne. Kerülni akartuk a sablonokat. Szerénység
ne tömjénezze magát. Szerénység. Ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység. Ez a dagat kicsoda? Pelikán. Ő lesz a koronatalú. Bástya elvtárs, kérem, én csak egy egyszerű gátőr vagyok. Magát már láttam valahol. Igen, először az uszodában, azután letetszett csukatni. Utána az Angol Parkban, utána letetszett csukatni. Utána a Narancsligetben, kitetszett tüntetni. De nekem most valami rossz érzésem van. Én tanú sem akarok lenni. Nem akar? Hát akkor hogy kerül ide? Magam sem tudom. Nekem kint kellene lenni a gáton. Virág, ez így nincs jól. Nekünk önkéntes tanúk kellenek. Érti? Értettem. Szervusz, Béla.